Több mint fél évtizedes hagyományra nyúlik vissza a kispályás focitorna, a makói ízesítő és illatanyaggyártó cég és a város önkormányzata között. Tavasszal a Zsivádán családi napon szoktak pályára lépni, össze pedig az Erdei János sportcsarnok adott honta a találkozónak. Karkas Mihály a gyár ügyvezető igazgatója megosztotta a televíziónkkal, hogy ezeket az alkalmakat miért is hívták életre még 2012-ben. Fontos számunkra, hogy az önkormányzattal jó kapcsolatot ápoljunk, mert hiszen mi is Makó része vagyunk, a Zsivadán, mint gyár, mint cég, és részei vagyunk a makói életnek, és ezen belül ugye az önkormányzat egy nagyon fontos mozgatórugója az egész Makó társadalmi és szociális világának, és ezt a szociális kapcsolatot igyekszünk erősíteni ezzel a tornával, amellett, hogy jó edzés lehetőség és kikapcsolódás mindenkinek. Tegnap 3 gyári és 1 önkormányzati csapat rúgta a labdát. Kovács Gábor sportszervező elmondta, hogy örömmel vesznek részt ezeken a tornákon, bár tavasszal nem sikerült a kupát megnyerni, azonban most mindent megtesznek ennek érdekében. Társintézményekből vannak még emberek, illetve testvérnő kollégákkal vagyunk megerősítve, hogy fel tudjuk venni a versenyt a Zsivadán dolgozóival. Mindig a legjobb reményekkel vágunk neki, győzni szeretnénk természetesen, annak ellenére, hogy tényleg egy barátságos mérkőzés, de azért lesz itt majd néha egy kis feszültség is benne, amit maga a játék heve szokott kiváltani, de utána majd a pizza mellett majd megbeszéljük ezeket a helyzeteket is. A közel 2 órás sportesemény az önkormányzat győzelmével ért véget, majd a képzeletbeli dobogó második fokára a raktárosok gárdája lépett fel, a harmadikra a mérnökség, majd őket követte a termelés csapata.